megállapítani a halottak számát és nemét. Ez képtelenség. 3309. 1942. A magyar hatóságok razziát rendelnek el a Bácskában, mert szerb partizán felkeréstől tartanak. Ez brigantizmus! A razzia megfélemlítő akcióvá alakul. Embereket végeznek ki minden vizsgálat, bírósági eljárás és ítélet nélkül, közöttük több mint 2500 szerbet és közel 800 zsidót. A Dunapartra! Sokakat a befagyott folyón robbantott lékekhez hajtanak és ott végeznek ki. Lékrobbantást a legbékésebb tennivalóként csak úgy mellékesen tanították a hajós tiszti iskolán. Minden gyanúsítottat agyonlövünk. A kivégzettek közt, közte kell lenni a 40 partizánnak, akit üldözünk. Ki határozott? Mi célból? Mi okból? És a felelősség most a miénk? Igazoltatás helyett magad intézd el az érkezőket! Nem volt ilyen békés ott az élet. Minden magyar katonát és csendőrt ki akartak nyírni. Erről még röpcédulákat is csináltak valamilyen titkos nyomdát. Te láttál ilyen röpcédulát? Én nem láttam személyesen. Na de ezek mindenre képesek. Jutalmul kísérje ki őket a Dunapartra. Tüzet, tüzet! Ezeket az embereket vigyék vissza! Alázatosan jelentem, ezek már mindent láttak. Tessék már megengedni, hogy befejezzük a munkát velük. Úgyis nem sokára mentünk volna ebédelni. A razzia harmadik napján tűnt el, és hiába tudom, hogy él, az ijegység első pillanatai máig bennem maradtak. Magyar királyi honvédszázados felesége vagyok. Ismered? A nevet ismered. A hölgyet nem. Nem ismered. Balra! Nem ismered. Balra! Nem ismered. Balra! Ide megmondtuk, hogy maga maradjon. Másik három asszony összefonódva, jaj, veszélykel. Ennek a szemétnek le kell úszni a Dunán. Te gyilkos! Megölted a családomat! A Dornerra, nem engedem gyalázni! Gyilkosok vagy, hogy mint? Hogy kerültem én közétek?